Nem volt jogellenes a pedagógusok januári figyelmeztető sztrájkja, állapította meg a kúria. A pedagógusok szakszervezete bocsánatkérést vár a kormánytól. A belügyminisztérium nem kívánta kommentálni a kúria döntését, híradónknak azt írták, tiszteletben tartják a bíróságok jogerős döntéseit. Üresen maradtak a tantermek, amikor januárban közel 28 ezer pedagógus két órás figyelmeztető sztrájkba kezdett. Béremelést, a munkaterhek csökkentését és a kötelező oltás visszavonását követelték. Nagyon sokan álltak bele. A munkabeszüntetést a bíróság első fokon jogszerűnek ítélte meg, de a fővárosi ítélőtábla másodfokon jogellenesnek nyilvánította. Most viszont a kúria kimondta, a pedagógusok nem sértették meg a sztrájk törvényt, jogszerűen sztrájkoltak. Megkeresésünkre a belügyminisztérium azt írta, nem kommentálja a bíróságok jogerős döntését, tiszteletben tartja azt. A PDS választmányi tagja örül az ítéletnek, szerinte nem jött be a kormány időhúzó taktikája. Ez mindenképpen a későbbi sztrájkok körülményei, illetve az ezt követő jogi munka tekintetében egy nagyon-nagyon fontos lépés. A mi célunk ugyanis nem csak a sztrájkkövetelések elérése, hanem a legfontosabb, a legsúlyosabb nyomásgyakorló eszköz a sztrájk jog visszaszerzése is. Nagy Erzsébet hozzátette, mivel a kormány nem teljesíti a követeléseiket, tanévkezdésre többen ismét polgári engedetlenségi akcióba kezdenek. Mi azon gondolkodunk most elsősorban, hogy polgári engedelmességet fogunk szervezni. Totyik Tamás elmondta, a Klebelsberg központ a sztrájk idején minden egyes tanítási órára 50% felkészülési időt számolt, és azzal együtt vonta le a tanárok bérét. Ha tehát egy heti 26 órát tanító pedagógust veszünk alapul, akkor ezen az alapon ő 39 órányi munkát teljesít a 40-ből. Ami azt jelenti, hogy heti egy óra marad arra, hogy szülőértekezletet tartson, versenyekre vigye a gyerekeket, vagy továbbképzésekre menjen, vagy bármilyen más egyéb tevékenységet folytasson. Amennyiben ezt a 40 órát átlépi a kollega, akkor a további munkavégzést addig tagadja meg, míg túlmunkaként nem fizeti ki mind a tankert, vagy mind a munkáltató. Ez legyen tanúság arra nézve, hogy akkor a jogszabály mindenkire érvényes. Ha a sztrájk idején érvényes volt a bérlevonásokra, akkor a munkaidő elszámolása is legyen érvényes. A szakszervezetek szerint a kúria végzése nagy előrelépés, ugyanis a sztrájkjogot korlátozó módosítás miatt alkotmánybírósághoz, majd szükség esetén a strasbourgi bírósághoz fordulnak.